hibáztathatsz. Mondhatod, hogy nehéz lettem. Mondhatod, hogy nem jól tettem. De ettől voltam mindig én. Ettől voltam mindig én. Oh, oh, oh. Mindig széllel szemben állj. Oh, oh, oh. Mindig széllel szemben élj. Oh, oh, oh. Mindig széllel szemben járj. Hogy? Legyél szikla, legyél. Ezeket rak. Szerintem ez egy jó város. Itt is emlékszem, hogy itt pár éve itt eszegettem ezekben az éttermekben. Jó volt a kaja, meg mindig jó a hangulat. Emlékszem, hogy tavaly ott az erkélyeken is álltak, meg most is sokan írtak, hogy jönnek. Úgyhogy én remélem, hogy jó buli lesz, ugyanúgy jól fogják magukat érezni az emberek. Legalábbis én ezzel leszek. A magam módján. Neked milyen a színpadon lenni, mennyire jó önkifejezés, ugye nagyon sok mindent csinálsz, mindig keresed az utat, vagy azért ez a színpad, ez egy stabil pont? Hát szerintem azért az ember, hogyha szeretne fejlődni az élete során, akkor mindig valahol keresi az utat, vagy keresi önmagát, akkor is, hogyha stabil az, amit csinál. Úgyhogy azért mindig keresgélem azt, hogy mit szeretnék majd csinálni a jövőben, mert mondjuk persze most zenélünk, meg működik, meg sikeresek vagyunk nagyon, de nem tudom, hogy ezt akarom csinálni 10 év múlva. Szóval mindig keresem azt, hogy mi az, ami engem érdekel. Nem túl sok minden, de ami van, az fix, az mindig fix. Írás, olvasás, ilyesmi. Folyamatos fejlődésben kell lenni? Mindig ez a flow, az benne kell, hogy legyen az életedben? Aki nem fejlődik, az beszürkül, szerintem. Legtöbb ember ezért szomorú, vagy ezért keserű, vagy nem szereti az életét, mert nem tud fejlődni semmiben. És ez nem feltétlenül mondjuk anyagi fejlődést jelent, hanem te, mint személy, valamiben változ, valamiben fejlődj. Hogyha ez nem sikerül az életed során, és szerintem nagyon sok embernek viszonylag hamar nem sikerül, akkor jön az ilyen beszürkülésnek a folyamata. És ez szerintem rossz. Akkor érzik az emberek magukat rosszul. Nagyon sok ember, én azt látom, hogy nagyon-nagyon sok ember érzi magát rosszul ebben az országban. Azért, mert valószínűleg nem lát magának célt az életében. Úgyhogy ez egy folyamatos küzdelem. Nem csak nekik, nekem is. Tehát nekem is azt, hogy hogyan tudjak fejlődni, meg változni az évek során, és ez szerintem fokozottan nehéz azoknak az embereknek, akik mondjuk színpadon állnak, mert őket mindig mindenki nézi, és valahol számon kérhetőek azzal kapcsolatosan, amit csinálnak.